teted, akkor szólj. Szólok, van. Na a control gomb, tehát hogyha USB 1-et megnyomod, a CNTL, akkor kijön, illetve nem, bocsánat, USB 10 net. Igen. Itt van egy own ID és group ID. Na most a group ID, az mondjuk legyen 12, mert én arra állítottam, az own ID megmaradhat 1. Az nekem nem maradjon 1? Jó. 12-es group beállítva. Jó, na most. A kis kurzorodat vidd, itt látsz egy karikát, az én vagyok. Vidd fölé. És meg fog jelenni egy olyan, hogy send. Na most mivel még nincs speaking, ezért mit tudom én, létre is lehet hozni egyet, vagy akármi. De a lényeg az, hogy ha van speed, és megjelenik ez a send, akkor egy TMS app-pal, röviddel, amikor rajta van az egér, vagy egér, hát szóval a kurzor a másik emberen, akkor megjelenik egy ilyen, hogy send, és nekem ugye 01 ez a own ID, és 12 ez a group ID. Igen. És 0112, és akkor utána szépen megnyomod az USB 7-et, és el is küldi. Most neked úgy meg kéne jelennie egy, illetve nem biztos, meg, hogy... Megkaptam a... Ja. Megjelenik egy ilyen, hogy new tasking, és akkor accept vagy decline. Accepteltem. Igen. És akkor most valami pontot látnom kéne valahol? Hát most elvileg ugyanazt látod, ami a sajátod, mert ugye mind a kettőnknek egy default pontja be van állítva. De ha mondjuk én mindjárt csinálok egy... Most elvileg a kettes waypoint mellett meg kellett jelenjen neked egy ilyen piros pötty, hogy az a célpont. Egy zöld X, de megjelent, ja. Vagy zöld X, igen. Tehát attól függ. A kettes waypointtól, tudom én, keletre nagyjából, egy time mennyire. Szóval gyakorlatilag nem, akkor itt viszont tudsz... az nem jelent meg. A kettes waypointnak így a jobb alsó sarkába jelent meg, nem, a kis négyzetbe. Nem jelent meg, jó. Meg ez a speed off gombot nyomogatták még a videóban, amit néztem. Igen, az annyi. Most bekapcsoltam a speed-met. És... most kéne látnod egy kék csíkot tőlem kiindulva. Aha, igen, most látom. Igen, az annyi, igen. Hogy mind, amikor be van kapcsolódva a speed, ez egyébként DMS balra hosszan. És ez annyit csinál, hogy akármikor, amikor nekem van speed, és valahol az van, akkor te azt látod, hogy hol van. Mindig. Amíg, ugye nyilván, amíg a speed-et broadcastolom. És ezt csak a grupon belül látják. Tehát nem mindenki látja, csak az, aki a azonos grupban van, mint te. Tehát ezt kell, hogy most bekapcsoltam, és úgy hagyhatom, és az csak segítség, nem? Így van, így van, így van. És innentől kezdve lehet olyat, hogy azért hukkolod a saját speedet az ő speedjére, az másik ember speedjére, és akkor ugye ez gyakorlatilag, amikor ő mozgatja a TGP-jét, akkor a tiéd is megy vele. És azt hogy lehet csinálni? Várjál, mindjárt csinálok egy speed.
most elvileg kéne kapjál egyet. Hát acknowledge-eltem, de nem tudom mit kaptam. Mondom, egy kis piros, ezért ilyen háromszöget kéne látnod a kettes waypointtól jobbra. Nem sajnos, viszont amit látok, az nem tudom összefüggésbe lehet ezzel, hogy CNTCO pirossal. Igen, bocsánat, azt acceptelned kell. Tehát van a CNTCO, az a can't comply. És az a pont szemben a másik oldalat, a map autó és a hook own között van egy Vilko. Igen. A Vilko az will comply. Tehát azt meg kell nyomnod, és akkor elfogadtad. És a hookot kell átkapcsolni ahhoz, hogy arra tudjak nem, a hook az csak annyi, hogy így, hogyha nyomsz egy TMS appot, egy rövidet, akkor oda van ez a, hát ilyen, igen, gyakorlatilag egy kampó, egy olyan cucc, amivel így meg tudod nézni, hogy mi merre, hány méter. Tehát mondjuk, mit tudom én, az ötös waypoint fölé viszem a kis kurzoromat, vagy bármi fölé viszed alapvetően a kis kurzorodat, akkor látni fogsz egy ilyen szaggatott csík, sárga csíkot, az megvan? Aha, igen. Na, ha ez a szaggatott csík, az azt jelenti, hogy oda ő meg tudja mondani neked, hogy ez mennyi, milyen távolságban és milyen irányban van. És, ja, ki is írja. Aha, na és ez a hook own, meg hook ezé, a hook az, amire éppen rámész az egérrel. Lehet ez kattingatni hook bull, és akkor a bullseye-tón méri a távolságot a hookig, akkor meg lehet folytani a bullseye... Ezt most elbasztam, mert igen, tehát a hooktól a bullseye-ig volt az előbb, aztán utána a bullseye-tól a hookig, akkor a, mit tudom én, a hooktól a kurzorig, tehát gyakorlatilag a hook az mindig az, amit mondjuk vagy fölé viszed, vagy egy TMS up short-tal, tehát TMS up felfelé röviden, az létrehozza rá, akasztja ugye ezt a horgonyt arra a célpontra, amire éppen akarod. És akkor... Hát tudtam követni, ugye? Ja. És akkor a kis egeredet, vagy mit tudod, ugye kurzort, azt mozgathatod jobbra-balra, és meg tudom mondani, hogy mit tudom én, mi mondjuk az én markpontomtól, amit leraktam, attól... Közben úgy guruljunk. Ja, jó. Ja, nem, mert még a fegyvereket még állítom, nem mellett közben akarom a formációra közben. Jó. Tehát, hogy... Az én markpointom túl számítva, mi 177 fok irányban és 8 mérföldre vagyunk. Tehát ez azért jó, mert mondjuk mit tudom én, egy csomó dolgot meg tudsz így mondani nagyon gyorsan. Tehát ja, tényleg is a bullseye-t is van, igen. De nem csak a bullseye-tól, tehát az a lényege ennek, hogy ugye, hogy mit tudom én, azt mondja neked a JTAC, vagy akár kicsoda, vagy egy, mit tudom én, másik repülő, azt mondja, hogy figyelj, tőlem, mit tudom én, 120 irányba 3 mérföldre van valami, akkor így azt most így annyira nem tudod kiszámolni. Viszont hogyha én rárakom az hookomat az ő gépére, akkor azonnal látom a kis kurzorommal, beállítom, hogy 120 irány, 3 mérföld, csá. Szép. Tehát így ilyenkor, ha mondjuk nincs más referenciapont, tehát mondjuk mit tudom én, egy kurva nagy sivatag fölött repülnél például, és nincs sem, egy fa sincs sehol se, és akkor nem tudod azt mondani, hogy a harmadik dűnétől jobbra, hanem így azt mondod, hogy figyelj, akkor legyek én a anchor point, és akkor tőlem számítva nézzük. Hát ez egy kicsit még advanced a én tudásomhoz, a TAD-ot még sokat kellene nyomkodnom. Igen, a TAD az nagyon fontos, tehát a TAD-a mindent el lehet intézni, nagyon durva. Na, guruljunk közben. Jó van. Várjál. Ja, itt jobbra. Nem néztem meg, hogy hol vagyunk. Tényleg rádió az 251 és 30, meg 121, ugye? Hát a... Mi az Isten, a AM rádió, az ugye általában ATC kommunikáció, meg... Ja, tudom, nem csak, hogy ebben a misszióban mire állítsuk a frekvenciákat, a rádiókat is, hanem... Hát azért, majd mindjárt meg... A briefingben volt. JTAC-kel kell majd beszélgetni. Az a 30-as. Az a... Hát 4 JTAC van most ebben a misszióban. És mind a 30-on van. Nem, a pointer 1-1 az izén van, az a 30, a pointer, az X-Men a 31, Dark Knight 32 és a Warrior meg 34.
All JTAGs for this mission are on the same channel 30. Igen. Aha. Akkor ezt lehet, hogy azt átvételt a csávó. 251 a mi flightunk és 121 a reptér. Ha, de jó. Mert legutóbb úgy volt, hogy azért mindegyiknek saját frekvenciája volt, amikor legutóbb játszottam bele. Meg ami akkor... nagyon, nagyon tetszetős nekem ugye az, hogy azért, hogy a A10-ben, hogy lehet, hogy csinálni, hogy body lacing. Tehát így, mit igen, tudom igen. Én, az nekem az hihetetlen. Tehát így az, hogy nem kell bemenni és nem kell ezzelni, és valaki más azért céloz, én meg dobálom a bombákat. Na jó. Hát meg, hogy az nagyon látványos, amikor éjszaka csinálod izővel, Night Vision-nel, arról láttam videót. Ja. Kilencszázalékig. Három, kettő, egy, release. Ez az A10C-ben még csak single-ben játszottam, azt tegyük hozzá. Nem baj. Meg ez a legfrissebb, amit tanulgatok, ugye? No. Forduljunk balra. Rá a 1-es waypointra. Szerintem menjünk 5000-ig fel. Kettesre. Lámpa Leo. Mondjuk most veszem észre, basszus kulcs, hogy ez azért téli táj, és a legutóbb én ezen nyári tájon játszottam. Ezzel az évvel küldetéssel. Jó szar a hátnak a színe. Hát, rakd át. Bazzag, így se jobb. Se éjszaka, se nappal. Nem mindegy. Pointer 1-1. This is in field 1-1-1-8-10. Charlie Lima 6-8-0-3-5000.
Armed with EGM-65D, GBU-12, CBU-97, 1150 cannon. Playtime is 0, plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Elvesztettelek, amíg néztem a rendszereket. Hol a fasz vagy? Ha ránézel a TED-re, ott van a kis karika. Áh. Ojojojojojoj. Warning, autopilot. Valaki nagyon megszórt. Jaj, ilyen itt vannak alattunk. Őnek is ránk. Elég rondán. Füstölsz, vagy benzint eresztesz, vagy nem tudom, de nem néz ki jó. Ellőtték a izét, benzinsapkát. Na de se baj. Hát a J-Tech nem válaszol, nem baj. Megvan én is akkor. Hát, ez nem jó. Oda se rá fütty. Missile launch. Ja, ezek a zék lőnek, tankok lőnek egymásra. Na. No. Nem lehet, hogy kell valami trigger, hogy el kell hagynunk valami waypointot, hogy válaszoljon a J-Tech? Illetve... nem hinném. Legutóbb még nem kellett legalábbis. Viszont én találtam egy oszlopot, egy harckocsi oszlopot. Á, látlak is. Vagy látom is. CBU 97. Pickle. 30 másodperc. Látom a tankoszlopot, el tudtam szedni. Most például elküldtem azt a célpontot, amire dobtam, ahogy ezért. A CBU-t. Laggolni fogunk. Hűha! Ezek meg is haltak. Ez szép volt. Na. Figyelj! Megvan a...
sőt. Megkeresem, mert ott van valahol. Az előző küldetések alkalmával mindig ott volt. Mondom, szerintem ez az majd mindjárt megnézem a briefinget. Warning, autopilot. This is infield 111 A10 Charlie Lima 6108 15,000 armed with AGM 65D GBU 12 CBU 97 1150 cannon playtime is 0 plus 15 available for tasking. What do you have for us? Warning, autopilot. Infield 1-1. No. Warrior 1-1. Type 3 in effect. Advise and ready for 9 line. Ready to copy. Line is as follows. 1-2-3-NA. 35-8 MSL. Column of vehicles on the road. Moving northeast. Charlie Lima 653102 no mark north 5000 egress north advise when ready for remarks and further talk on ready to copy remarks request CBU 97 3 ZU 23 and 2 Zeus east 2 nautical Zeus West 0 nautical. Látom őket. Konvoj az úton. Na most amit küldtem, ez az amit megadott a izé. Ám én már nézem, hogy mit adott meg belőle. Charlie Lima 653102. Read back correct. Infield 1-1. Standby data. Infield 1-1. Clear to engage. Na, az öné. Rájuk mész? Aha. Oké. Okay. CBU 97-tel. Oké. Okay. Pika. IFF. Lehet elmásztak, mire odaér.
Rifle. Majd most nem fognak. Ilyenkor mindig megállnak, hogyha killősz egyet. Pico. Milyen magasra állítottad a vezető CPU-t? Semmilyenre default lőttem. 1800. Az jó. Aha. De most legalább a 12-es remélem talál. Ja, hogy most 12-es kapcsolatban. Igen. 12-es eltalált. Check. Amúgy nem tudom miről beszélsz, hogy ezért is talált. CBU is csak, ja hát... Hármat. Akkor jó. Nem lehet, hogy egy kicsit nem foglalkoztam a következő lövéssel, és még leért ugye 1800-ról. Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pickle. Guns, guns, guns. Kicsit későn, de szóval igen. Bam! Na. Nem emlékszem, hogy van-e itt szél, de... De CCRP-ből dobtam mind a kettőt, és akkor elvégtök mindegy. Jaja, most azon próbálkozom, hogy úristen ezt a üzét. Szart se látok. Pull up! Pull up! Pickle? Iiii, van szél. Ez nem a middle group, amit mi most lövünk, ez a east. A middle groupot kinyírta ez az AI. Ezek szerint. Akkor egy kicsit előrébb kell célozni. Pull up! Pull up! Altitude! Altitude! Pull up! Pull up! Azt mondd meg, hogy kérek mondd meg nekem, hogy a TAD-ról hogy lehet speed csinálni a kis kurzorra. DMS up short. Long. Vagy mi ez? TMS up long. Na. De ez valamiért nekem nem csinál. Mert csak valamire tudsz. Tehát úgy néz ki, hogy a hookot amikor csinálod, az a short. És hogyha van valami, mondjuk leraksz egy mark pointot, vagy valamit.
akkor az, arra tudsz létrehozni egy ezért egy speed. Jó, hát a jobb hajtóművem az 10%-kal kevesebb energiám van, vagy mi az izén van, mint a bal. Tehát valószínűleg azt elég csúnyán eltalálták. Legyen 15. Na még egy rifle. Melyikre? Melyikre? Jó kérdés. Amit tőled messzebb van, vagy amit... Rifle. Mind a kettőre, nem aprosztanak. Okay. Jaj, de szép csíkokat húz alatt. Ugye? Teljesen jó. Második talált. Első is talált, mind a kettő talált. Akkor viszont maradt még egy. Ja, de lehet, hogy ugyanabban lőttem mind a kettőt, mert hülye balfasz vagyok. Jó, az előfordul. Mert nem az, hogy balfasz vagy, hanem az, hogy igen. Tehát, hogy ugyanabban lőttem a kettőt. Én a múltkor tudom, hogy csináltam. Nem egyet, nem kettőt, hatot. Ugyanoda. Ja, és úgy, hogy ezért, hogy ráadásul a... szemszájtot lőttem, és így... Infield, one. Abort. Okay. Ezt nem én voltam. Nem. Infield, one. No further tasking available. Good job, you may depart. Dark Knight, one. This is Infield, one. 810. Charlie Lima, 6810. 4500. Armed with AGM-65D, GBU-12, CBU-97, 1050 cannon. Time on station is 0 plus 50. Azt véletlenül csináltam, hogy csináltam azt, hogy nem középen vagyok már a tadon? Hanem egy kicsit lent alul? Infield, 1-1, this is Dark Knight, 1-1. Type 3 in effect, advise when ready for 9 line. Aha, kösz. Ready to copy. Line is as follows, 1-2-3 NA, 70 feet, MSL, tank column, on the road. Charlie, Lima, 805079. No mark. West, 18,000. Egress, east. Advise when ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. No. Ready to copy remarks. Use CBU-97. Zeus, south, 0, nautical. Megvan, megyek arra. 14 mérföld. CBU-val nyitok, mint az adat. Rendben.
Charlie Lima 805079. Read back correct. Infield 1-1. Standby data. Infield 1-1. Clear to engage. Warning, autopilot. Copy. Pico. Ah, ott hullik. Pont nem látom. Na. Infield 1-1. Abort, abort, abort. Az elég jó. Gézé. Infield 1-1. No further tasking available. Good job. You may depart. Playboy 1-1. This is Infield 1-1-1. 810. Charlie Lima 8211. 8000. Armed with AGM 65D, GBU 12, CBU 97, 1050, Cannon. Time on station is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Playboy 1-1. This is Infield 1-1-1. E10. Charlie Lima 8013 8000. I have DGM 65D, GBU 12, CBU 97, 1050. Cannon. Time on station is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Próbáld meg még egyszer, az előbb pont egymásra forgalmaztunk, mert nem tetszett a szervernek.
Playboy 1-1. This is infield 1-1-1. 8-10. Charlie Lima 8-3-1-1 at 8000. I have AGM 65D. GBU 12. CBU 97. 1050. Cannon. Playtime is 0 plus 30. Available for tasking. What do you have for us? Infield 1-1. This is Playboy 1-1. Type 3 in effect. Advise and ready for 9 line. They what? Ready to copy. Ready to copy. Line is as follows. 1-2-3-NA. 0-8-MSL. Ground units. Charlie Lima 7-3-7-2-1-0. No mark. Southwest 11,000. Egress south. Advise when ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Request guns. Okay. 0. Charlie Lima 7-3-7-2-1-0. Readback correct. Infield 1-1. Standby data. Needs to be over. Infield 1-1. Clear to engage. Ez már csak izé. Simán lehet menni Reganza. Mondjuk én valószínűleg a két GBU-mat fogom először ledobni. For good measure. A nagy víztől távolabbi teherautóra mevrikezni fog. Jól van. Rifle. Másikra lőzte, vagy lőjek arra is? Dobok helyen ezért, GBU. Na. Akkor megy a CBU is vele. Nem megy, mert elbasztam a run-int. Mert természetesen súlyosan közelről próbáltam csinálni ma megint. Thank you.
látom. Most abból nem sok fog maradni szerintem. Pika. Azek egyetlen darab jeep maradt a szélén. Na jó. Guns. Infield, pull up, pull up. Target destroyed. Uh-oh. Igen, pont arra ment, na mindegy. Infield, 1-1. No further tasking available. Good job, you may depart. Hát be is csapódott meg, jó. Nem ugye jön két Huey, vagy nem Huey, nem mi az. Tudom, én ezt egyszer végignéztem a kamokba. Ja jó, igaz, hülye vagyok. Az első vagy a második, nem az első küldetésben van az, amikor felrobbantják a házat, nem? Ezt már így meg nem mondom azért. De mindegy, valamelyikben először gondoltam, csinálok egy olyan kurva jó shotot, hogy mennyire jól fog kinézni, hogy elrepülök alacsonyan az év felett a ház felett, egy single playerbe csináltam, mondom, jó, majd visszanézem a tracket. És hogy pont akkor, és kiszámoltam, hogy oké, mondja, hogy 30 másodperc, ezért, oh, mondom, tök jó, és pont akkor repüljek el felettem, amikor felrobban, aha. Úgy, ahogy van, szitává lyuggatta a gépemet. És ugye azóta így, oké, a stand clear az azt jelenti, hogy ne menjél közel. Nem a legtöbbet azt azon a misszióval szívtam, amikor valami kocsin menekül valaki. Azt mire megtaláltam, ja. Úristen. Nekem nem az volt a baj, hogy megtalálni, nekem az volt a baj, hogyha volt egy... Én a legelső, vagy második verziót töltöttem le, ez már az ötödik, ez az 1.5. És, vagy nem tudom, hanyadik, de ez 1.5. És én az 1.2-vel játszottam először, és abban úgy volt, hogy addig nem ismerte el, hogy addig nem volt kész a küldetés, amíg nem hagyta azt, hogy lemenjen a kikötőbe, és átüljön a helikopterbe. És hogyha a helikopterbe átülés közben lőtted le az emberkét, akkor sikerült csak. Ó. Oh. És így... Nem működött az, hogy tudod, és így kilőttem azért az APC-t, rögtön az elején megláttam, mázlin volt, észrevettem, kilőttem, ó, mondom, tök jó. És így mit csinált? Semmit. És ott álltam be, és így, hát akkor elfogyott az üzemanyag, akkor menjek haza. Tehát így ennyi. És hogy nem tudom, 30 percet köröztem ott, hogy na most akkor mi lesz? Semmi nem történt, tehát valószínűleg rossz volt a trigger. Kész vagytok, srácok?
tiszta szűrőnek jó lesz a gépem. Mert egy tiszta lyuk. Valamint nincs baloldali futóm, úgyhogy külön szállunk le. Ó. Oh. Viszont ez sokkal jobban néz ki. Mission success, RTB. Further tasks will be available to you in your next mission. Hát akkor RTB. Napa, in field, 1-1, inbound. Így sincsen ILS-e, azt akartam még gyakorolni az ILS landinget. Nem tudom miért, de egy csomó azért küldetés úgy van megcsinálni, hogy vagy nincs, vagy kiszedik. Hát a napán például tudom, hogy van ILS, vagy legalábbis szokott lenni. Na mindegy. Közel vagyok 9 órád, ne kap bele. Oké. Okay.
álltam balra. A 04-es okay. Kifutót mondott az elvégez. Igen, a 04-es az pont az ellenkező irányba van, mint amerre mi most megyünk. Nem, mert a 04-esre itt el tudok szerintem kanyarodni jobbról. Bár lehet, hogy benézem. Nem, az a 22-es. Hogy amerre néz. Aha, az a 22. Igen, tehát ugye a kifutók azok mindig úgy vannak elnevezve, hogy elszámozva, amerre a pálya mutat. Warning, autopilot. Anapa. One, request landing. Anapa, Springfield, 1-1, request landing. Szólok. Hogyha egymást nem megyünk landolás közben. Jól van, jól van. Már vagyok is le a betorlát. Altitude, altitude. Kiment a kereked elvileg? Az rendben van. Csak köpeny nincs rajta. Én hagyom úgy. Na, farol ide. Ennyi. Stand for years. Tokyo Drift. Na, ez király volt. Ja, ja. Nem, beakadt a kereke. Körbe-körbe forog. Ennyi.